Két év próbaidőre ítélte Gáspár Evelint a bíróság, miután közokirat és egyedi azonosítójel hamisítással vádolták meg. A stúdióban köszöntjük Gáspár Evelint és dr. Szilágyi Roland ügyvéd urat. Jó reggelt, ügyvéd úr. Mi történt pontosan? Gyorsan a részleteket nézzük meg. Ez ugye három éve volt. Ez három éve történt, 2015. októberében, amikor egy autókereskedő barátomtól kölcsönkértem egy próbalendszámot. Én megbíztam benne teljes mértékben, és Csalgótarjában igazoltatás keretein belül kiderült, hogy ez egy hamis azonosítójel. Tehát ez egy, tehát mármint a forgalmi nem az autóhoz tartozott? Illetve ez a rendszám is hamis volt. És ez neked nem is tűnhetett fel? Vagy csak nem tűnt fel? Nem tűnt fel, mert teljes mértékben abban hiszembe voltam, megvannak a kellő forgalmi ugye biztosítás, ami ezt lehetővé teszik, hogy forgalomba tudjam helyet használni. És mi történt az igazoltatás után? Az igazoltatás után pedig lett egy tárgyalás, ez tavaly április 13-án, érdekes, mert pont aznap volt nálam a NAV kutatni, ezt így zárójában elmondom. És akkor volt egy elsőfokú határozat, én voltam az elsőrendű vádlott, ahol pedig egy éves próbaidőre ítéltek, így az ügyész fellebbezett, súlyosbítás nyarán, és most ugye volt ez a tárgyalás hétfőn, másodfokú tárgyalás, ahol súlyosbították az egy évet két évre. Várjál, de akkor, amikor ott ez megtörtént a helyszínen, akkor te szabadon távozhattál? Autót elvették, bezárták és elmehettél? Volt egy ilyen 8 órás elzárás, vagy nem tudom, hogy... Tehát onnan te rendőrautóval mentél tovább? Hát úgy volt, a saját autómmal mentem tovább, és akkor mellettem ült egy rendőr, és akkor bekísértek a Csalgóterjáni rendőrkapitányságra. És 8 órán keresztül bent voltál? Igen. És ott mi történt? Hát ott vallattak, ugye kihallgattak, ennyi. De tudtál valakit értesíteni arról, hogy velem mi történik? Hát ugye a szüleimet előtte már felhívtam, de akkor ugye egy ilyen kereteken belül, hát itt az ügyvéd úr is mondhatja, hogy olyankor elveszik ugye a telefonodat, meg a... Uh-huh. Nem tudsz ugye telefonozni. Ügyvéd úr, mennyi Evelin felelőssége ebben? Tehát mennyire lehet őt felelősségre vonni abban, hogy nem vette észre, hogy ezek a papírok hamisak esetleg? Hát... És azt gondolom, hogy nyilvánvalóan, amit az Evelin elmondott, hogy a kihallgatása során is, az igazából az állja a helyét. Tehát ő megbízott egy autókereskedőbe, egy autókereskedőtől megkap egy rendszámot, megkap egy forgalmit. Igazából az ő felelősségem ezentúl, mert ráadásul ugye ezek nem is magyar dokumentumok voltak, tehát német honosságú rendszám és német honosságú forgalmi. Nem nagyon volt neki arra módja lehetősége, hogy ennek az eredetét azért leigazolja. Tehát nincs olyan fórum, ahol ő ezt most meg tudta volna tenni. Tehát igazából Evelin felelősségeit gyakorlatilag nullára redukálható? Hát nyilván van valamennyi gondatlanság, mert maga a körülmény is, ugye az elsőfokú bíróság is ezt rótta igazából a terhére, amikor a felelősségét megállapította. Maga az a körülmény, hogy egy autókereskedővel milyen körülmények között találkozik, és hogy veszi át ezt a rendszámot, tehát nem egy okmányirodába megyek be. Ez azért valamennyit prejudikálhat ebben a kérdésben, és mondhatja azt, hogy hát az eset összes körülményét figyelembe véve azért az ő felelőssége ilyen szempontból valamilyen szinten megállapítható. Ugye Evelin azt mondta, hogy súlyosbodott most két évre a felfüggesztés. Ez milyen? Ez nem felfüggesztés, hanem próbaidő. Próbaidő. Mert a kettőnek azért másra van súlyos. Mi a különbség egyébként a próbaidő és a felfüggesztés között? Ugye ez próbára bocsátás. Aha. Tehát a próbára bocsátás a feltételes elítélésnek egy formája. Ez nem is, ugye neki ítélete van. Súlyosabb, bocsánat, csak hogy mi így hétköznapi emberek el tudjuk helyezni a próbaidő vagy a felfüggesztet. Ugye mind a kettő, az egyiknél ugye a végrehajtását függesztik fel, tehát ott van egy kiszabott ítélet, egy büntetés, itt meg a büntetés kiszabását függeszti fel. Tehát azt mondja, hogy kettő évig, hogyha nem csinál semmit, akkor nem szabok ki veled szembe büntetés. De hogyha csinálsz valamit, akkor ezt a büntetést is kiszabom, és a másikat is. Tehát ez egy intézkedés, egy büntetőjogi intézkedés, ez talán egyébként az egyik legenyhébb intézkedési forma, amit Evelinnel szemben alkalmazott, még a másodfok is. Ugye egyébként van harmadfok, tekintettel arra, hogy az első és a másodfok között egyébként volt egy pici diszonancia, az első fokon egy cselekményben állapították meg a felelősségét, másodfokon kettőben. És emiatt, mivel nem koherens, vagy nem volt ugyanolyan az ítélet, emiatt megnyílt a harmadfokú eljárásnak a lehetősége, és azt egyébként az ügyészség és a védelem is kihasználta, úgyhogy ez a történet még nem jogerős, még megyünk tovább. Bármilyen apró szabálysértés, ez azt jelenti, hogy ha Evelin elkövet bármilyen apró szabálysértést, akkor életbe léphet az ítélet?
Hát most az, hogy bármilyen apró szabálysértés nem, akkor igen, tehát egy, gyakorlatilag egy bűncselekményt kell ismételten, vagy egy bűncselekményt kell elkövetni ahhoz, hogy ez valamilyen szinten életbe lépjen, és ebben az ügyben is egy büntetést szabjanak ki. Ezt most jogilag elfogadták, ezt az ítéletet? Tehát innen nincs tovább jogilag? Ugye ez volt az, amit az előbb mondtam, de van harmadfokon, az ügyészség sem fogadta el, tehát az ügyész is fellebbezett, az ügyész pénzbírságot szeretett volna. Igazán, bocsánat, rosszul kérdeztem, úgy szerettem volna kérdezni, hogy innen ebbe van-e még mozgástér, tehát lehet-e lejjebb nyomni még ezt a büntetési tétet? Hát igen, ugye alapvetően az első fok, az ő egy éves próbára bocsátás, a másodfok 2 évet, tehát azt gondolom, hogy az első fokú ítélet az mindenképpen megalapozott volt, okszerűen jutott a bíróság arra a következtetés, hogy ez a büntetési tétet, ez az intézkedés, ez egyébként megfelel. Az eset összes körülményeit mérlegelve, a másodfok nem így gondolta, és hát nyilván harmadfokon szeretnénk azt mondani, hogy minimum, hogy az elsőfokú ítéletet tartsa hatályban majd a legfőbb bíróság. Evelin, téged ez mennyire visel meg, vagy mennyire veszed ezt komolyan most, ezt a próbára bocsátást? Teljes mértékben komolyan veszem, mivel úgy gondolom, hogy egy polgár, olyan polgár vagyok, aki tiszteli a szabályokat, illetve a törvényeket. Természetesen most már olvastam olyan hozzászólásokat, hogy mit vársz egy bűnöző családból, csak bűnöző fog kikerülni. Ezzel a mondattal nem értek egyet, mivel a szüleimet is lebűnözőzik, mi nem követtünk el semmilyen bűnt. Én nem érzem magamat bűnözőnek. Az, hogy megbíztam egy autókereskedő barátomba, több éves ismerettség után ő úgymond ezt megcsinálta velem, nem érzem magamat bűnösnek. Mert az, hogy kihasználták az emberi bizalmamat, hát ez már nem az első eset volt, de ez volt a legsúlyosabb eset, hogy kihasználtak. Én úgy gondolom, hogy ezek után csak tapasztalatot szereztem olyan szempontból, hogy az emberek felé hogy kell állni. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, természetesen figyelemmel kísérjük az ügyet, és várjuk vissza mindkettőjüket. Köszönjük szépen!